Egy nagy hello mindenkinek, az én nevem Vidpro, és ez pedig itt egy Extended Edition kéz vlog akarna lenni. Ami annyiból áll, hogy rég volt unboxing, és most egy unboxing következik. Úgyhogy, please, miért ilyen hosszú ez az ágy? Hogyha, de várjunk, hosszú akarom, mindjárt nézem. Gyere ide! Úgy, kurva! Melyik legyen először? Nem kurvára mindegy. Ő. Nemrég volt Mondokon, vagyis hülye vagyok, mert 2 hete volt Mondokon. Szóval, hát ez végül is annyira nem olyan régen volt ez. Jaj, a fénytől nem látok semmit, jaj ne. Köszönöm fókusz, te legalább a barátom vagy. Ez itt egy ilyen blizzardos, cutie, deadly, series 3 Overwatch edition. Ja nem, cute but deadly. Overwatch, ja, Series 3 Overwatch, na, kezdjük előről. Cutie butt, vagyis cute, aranyos seggek, halála. Nem, mert a butt az nem 2T, hanem egy. Aranyos, de halálos. Halálos seggek, amik cukik. Szóval, a lényeg az, hogy ezt Mondokonon szerváltam. Eléggé drága, 2 fajta verzió volt ebből, ami kisfigurás, meg ami kulcstartós. Ez egy zsákba macska. Ami annyiból áll, hogy a hátulján lévő karakterek közül, aki nézi az Overwatch videóimat, tök mindegy igazából, hogyha nézitek az Overwatch videóimat, vagy sem, mert annyira nem vagyok benne még annyira ebben a játékban, így videózás téren, mert hogy azt majd akkor szeretném, hogyha erősebb PC-m lesz. Szóval nem véletlenül nincs annyi Overwatch videó, olyan kis szezonális dolgok. Hogyha van egy event, akkor van egy videó róla, szóval ez volt a számomra megállapodás idén. Itt van Genji, Reaper, McCree, D.Va, Sombra, Lucio, Zarya, Hanzo, és Soldier, Farah, Tracer, Bastion, és valami Mystery Figure, ami valami, nem tudom mi akar lenni, biztosan valami extra, amit nem fért ide a dobozra. Na mindegy, szóval ezek közül lehet választani, vagyis nem választani, hanem ezek közül van benne az egyik ebben a dobozban. Na és én abból az apropóból vettem ezt, hogyha veszek egy ilyet, akkor a következő seasonben az a karakter lesz majd az én mainem, ami azt jelenti, hogy azzal a karakterrel fogok leginkább, leggyakrabban játszani. Jó van, elismerem, ezt a dobozt már kinyitottam a Mondokonon, Benyoboi jelenlétében, úgyhogy ő a tanúm rá, hogy igen, videót akartam volna csinálni, szóval én igazából tudom, meg ő is tudja, hogy mi van a dobozban, de ti még nem tudjátok, úgyhogy bontsuk is ki. Hát ezt nevezem. Ezt, hogy hívták a Benyóék? Reunboxing. Reunboxing, és aztán visszaboxing. De mindegy. Reunboxing. Ennyi amúgy a doboznak a tartalma. Ilyen. Oké. És papírzörgés, jaj, de hiányzott. Ja, a talpát is rajta hagytam. Az jó, mert le lehet szedni. Szóval ez a cute sprayekből, ja, cute spray, azért sprayekből készültek ilyen kis figurák. Mindegyik karakterhez tartozik egy ilyen cute spray, viszont én meg egy Reapert kaptam. Fókuszt. És ne görcsöljön be a lábam! Jaj! Mert én most a földön ülök, így az ágyam mellett. Szóval ez egy ilyen nagyon szépen kidolgozott kis Reaper. És Benyoboy azt mondta nekem, Mondokon másnapján, hogy ez egy limitált kiadásos Reaper, aminek ilyen kis átlátszó a fegyvere. Azt hiszem. Mindegy, videó annyira nem jön át, de tényleg ilyen kis látszódik az, hogy nem fekete a fegyver, ahogy a képen mutatja, hanem ilyen kis vizes szerűség, ilyen kis átlátszó, és hoppáré. És ugyanígy van a köpenyén is, meg a lábán is. Szóval Benyoboy szerint ez ilyen nagyon különleges, nagyon ritka Reaper figura. Egy ilyen rare edition, mert hogy itt a dobozán is lehet látni, hogy itt a alsó sorban, hogy azért vannak ilyen nagyon
ritkaságok, ez a Bone Soldier, meg a Jackal Farra. Jó, mondjuk a Jackal Farra az a játékban sincsen, de a Bone Soldier az benne van. Meg ilyen zöld Tracer, meg Omnicrisis Bastion, szóval ilyenek vannak. Csak a Reapernek nincsen mindegyik hősnek feltüntetve, hogy milyen. Fú, de kurva meleg van, basszus, nyitni kéne ezt az ablakot, de akkor kialatszódik a pofázásom, úgyhogy inkább csukva marad. Úgyis nem tervezem sokáig ezt a unboxingot húzni. Szóval igen, ő Reaper, ő lesz a következő mainem. Igen, a következő mainem lesz. Ezt így egy mondatban elmondtam, és miután kibontottam, akkor rögtön meghoztam Benyobolynak is a kedvét, hogy ő is vásároljon egy ilyet. Amúgy elég drága mocsok ez a szar, ilyen 3500 környékén vettük. Hogy van? Igen, mert hogy Benyoboly is belelkesült, és akkor ő is vásárolt egyet, ő meg egy zárját kapott. Na mindegy, én azt fogom csinálni, hogy ezt a Reapert, ezt föl fogom tenni a monitorom mellé, és ott fog ő majd szerencsét hozni nekem a következő seasonben. Úgy is jó, mert jön Hammond, vagyis a Wrecking Ball, a kis hörcsög, akire Reaper egy nagyon jó kis counter, úgyhogy mindenki hörcsöt fog hozni, én meg hozok egy Reapert, és szétregtelek mindenkit a picsába. Úgyhogy Reaper, my man, my boy, üdvözlünk a csapatban. Are you kidding me? Ezt vissza a dobozba, ezt az egész dobozt elviszem, nem mit szóltok hozzá. És srácok, sosem vettem még ilyen szart, és soha többé nem is akarok venni ilyen szart. Ez ilyen nagyon híres, ez a kis cuki akármicsoda. Világon szinte majdnem minden karakterről készült egy ilyen cuki változat, és eredetileg Reapert akartam volna venni ebből a kis nyavajásból, de utána megláttam, az utolsó Junkrat volt. Az utolsó Junkrat volt, egyetlen egy asztalnál árulták. Egy picit drágább volt, mint a Reaper, viszont Junkrat az egy kifejezetten imádnivaló kis mainem. Ja igen, volt egy Roadhog is, ami körülbelül kétszer ekkora volt, viszont az hát kétszer is drágábba került. Szóval van ez a pop, cukormázas seggen valami. A legbedeszebb hőstől, mit tudom én, akár ilyen Marvel-es, mit tudom én, tudja a franc. Nem tudom, akkor mondjuk DC-s például Deathstroke, ő belőle is készült ilyen kis szar, és annyira egy igazi halálos, veszélyes karakterekből ilyen kis cuki figurát csinálnak. Hát nem tudom, ki találta ki, de zseni volt, viszont egy köcsög is volt, mert hogy kurva drágák ezek a kis szarok. Szóval a gyűjtőknek nagyon vigyázniuk kell, mint nekem. Szóval ettől én még nem fogom gyűjteni, csak azért vettem meg, mert Junkrat, és mert ez nem zsákba macska. Nem árultak zsákba macskát, ez úgy, ahogy van, így van. Viszont őt nem bontottam még ki, és nem is akartam kibontani, mert annyira szépen néz ki ebben a dobozban, csak fénylik ez a szar, és félek, hogy látszódni fog itt a szobámnak a többi része, úgyhogy én most ezt én itt kimazsalázom innen az anyádat. Ez aztán ehhezen akar kijönni. Kijött. Ja, hogy ezt így fönt kell így. Itt van ilyen kis pattanós. És rezeg a kamera is, nagyszerű. Ja, hogy ez itt le van izélve, hogy nehogy ellopjad. Figyelitek, le van itt gumizva. Nem tudom, mennyire lehet látni. Ehhez kéne egy olló, mi? Shit! Fuck that olló. Ez kicsikét erősebb. Ezt ne próbáljátok ki otthon. Ennyi. Nem tudom, hogy ki találta ki ezt. De idegesít. A ruhákon is, mindenen, ami él is mozog, amire rárakták, vagy ami éppen tárgy, de főleg tárgyra, kapja be, aki ezt kitalálta, ezt a szart. No kérem, van talpa? Van, srácok! Itt alul, itt is ezt is le lehet pattintani, és ez itt a talpa.
ez is így be van csomagolva így. Hoppá. Na jó, ezt elteszem innen, mert ez nagyon csiripel. Ezt. És ide jön be a talpacskája. Mert a másik az meg botlába van ennek a junkinak. Ó. Oh. De szép. Azért is, mert azért is őt, mert hogy a fegyvere az olyan szépen ki van dolgozva, hogy wow. Ausztrál fene gyerek. Az érdekes, hogy a feje az milyen rohadt nagy, és a riptárja az meg ilyen picige. Nem adja vissza azt a realistát. Ezt ki kéne cserélni a fejét valami kisebbre, valami realisztikusabbra, pont úgy, mint amilyen a teste. De mindegy. Á, kopaszott itt, junk fiam, leégett a haja. Szóval a riptájra a helyén van, a botlába is a helyén van. Hol vannak a májnak itt? Ott, bizony. Úgyhogy, ja, így néz ki Junkrat. Junkrat és Reaper. Szerintem a Junkratet azt itt fönn hagyom, az amiibók mellé, és a Reaper az meg értelemszerűen megy a monitorom mellé, úgyhogy ja, doboz kell még? Minek? De hogy kell doboz? Hagyjál már a picsába. Szóval, ennyi. Rég volt egy olyan unboxing, amiben nem kellett semmi extra információt megosztani, csak így van. És tudja, hogy nem szar volt az egész idő alatt a fókusz. Mi ez? Oké. Nem tudom, mit csináltam, de valamit csináltam. Szóval szar volt biztosan a fókusz végig, és semmit nem lehetett látni az egészből. Na, a telefon úgy döntött, hogy nem csak, hogy túlhevül, és leállítja az egészet, hanem még azt is betelt a memória, és leszedtem mindent, úgyhogy, és észre is vettem a közben, hogy a hangom egy picikét nagyon halk, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyit fogok majd ezzel szarozni, de... Jaj, igen, egy picikét meg vagyok fáradva. Na. Szóval igen, ennyi lett volna az unboxing, és jaj, nézzétek, még mit találtam! Ezt, srácok, ezt a szart, ezt, jó, nem szar, és hát nem tudom, mert annyira nem skylanderezek, de ezt képzétek el, ezt a Mondokonon ingyen osztogatták, csak azért, hogy belájkoltam a magyar csoportot, és akkor így hozzám vágtak egyet így. Nem vagyok skylanderes, mert szerintem, hát elég, hogyha csak Spyro-ra gondolok, és utána már el is van véve a kedvem az egésztől. Úgyhogy, de hogyha van valakinek Skylander, vagy lesz nekem később Skylanderem, akkor tudok játszani vele esetleg. Bárki tudja. Na mindegy, ezt nem bontom ki, mert ez egyrészt félig meddig ki van. Úgyhogy az is lehet, hogy ez használt cucc, de minden esetre van ilyen is. Szóval, ja, úgy ennyi. Szerbusztok! Találkozunk majd legközelebbi videóban, nem tudom mikor lesz, de igyekszek. És sok szerencsét kívánok mindenkinek, jó nyaralást, meg ilyesmit, hogyha nagyon ritkán jönnék, meg elfáradt a kezem, úgyhogy sziasztok! Oh!